Az ünnepség első része vásár jellegű volt. Az állarcokat és jelmezt viselő oldások fánkot árultak a sétálgató beszélgető szülőknek, nagyszülőknek. Az ünnepi műsor fő részét a tornateremben rendezték meg, a kis, a középső és a nagycsoportos magyar tagozatokra járó oldások vettek részt benne, mintegy 60-an. 2008-ban bevezettük ezt a farsangolást az óvodánkban, és az idén már 9. alkalommal jövünk össze, mindig más és más témát dolgozunk föl. Az idén ilyen csúfolódók és bálazás lesz. Rövid farsangunk volt, mivel a szünet után kezdtünk a gyerekekkel játszani, és holnap ugye már bőjt kezdődik, holnapi nappal lezárul, ezért ma a farsang farkán megtartjuk a télűző kis ünnepségünket. A gyermekek is izgatottan várták az ünnepség kezdetét. Táncolok, csúfolkodok, kiszebabát égetek, meg táncolok, meg fánkot ájulok, meg fánkot eszek. Ezt követően az ovisok kucsmába és más alkalmi öltözékbe bújtak, a farsangi kiszebábot kivitték az óvoda udvarára, ahol télűző, csúfoló és tavasz hívogató dalocskák kíséretében elégették.